a Manchester United kulcsembereinek kezd elegük lenni Paul Pogba viselkedéséből. Immár hivatalos, hogy Arsène Wenger 22 év elteltével elhagyja az Arsenal csapatát. A tiki-taka hírekből értesülhet a foci világ aktuális történéseiről. További foci hírekért és érdekességekért pedig látogass el a Tiki-taka TV Facebook, Instagram és Twitter oldalára is. Romelu Lukaku meglepő döntésre szánta el magát, és dobta eddigi hírhet ügynökét Mino Raiolát, és a jövőben az a Rock Nation Sport ügynökség fogja az ügyeit intézni, amelyet nem más, mint a híres amerikai rapper Jay-Z alapított. A jól értesültek szerint egyébként egy másik Manchester United játékos, Marcus Rashford lett volna a Rock Nation első számú célpontja, ám vele végül nem sikerült megegyezni. Ezek után jött képbe náluk Lukaku neve. A cég életében ez mindenképpen nagy fordulópont lehet, hiszen egyelőre kevés európai labdarúgó tartozik az égisze alá. Sőt, Lukaku lesz az első Premier League-ben szereplő játékos, aki csatlakozik hozzájuk. Ellenben nem a 24 éves belga támadó az első sztárjátékos, akit a szóban forgó ügynökség menedzsel, hiszen rajta kívül Jerome Boatengnek, a Bayern München német válogatott védőinek ügyeit is ők intézik. A Rock Nation Sports-szal egyéb iránt olyan sztárok vannak leszerződve, mint Shakira, DJ Khaled vagy a Golden State Warriors kosarasa Kevin Durant. Véget ért az UEFA és a Konami 10 évvel ezelőtt kötött megállapodása, amelynek keretében kizárólag a japán videójáték fejlesztő cég használta fel játékaiban a Bajnokok Ligája licencet. Ezt az Európai Labdarúgó Szövetség jelentette be, akik közleményükben azt írták, hogy hivatalosan az idei Bajnokok Ligája döntő, vagyis május 26-a után ér majd véget a megállapodás. Először egyébként a 2008-ban megjelent Pro Evolution Soccer 2009-ben játszhattunk BL meccseket, míg az UEFA többi tornájához később szerezte meg a jogokat a kiadó. A szakértők szerint ez óriási érvágás a Konami számára, mivel a Pro Evolution Soccer sorozat amúgy is nagy lemaradásban van a rivális FIFA-hoz képest a különböző licencek terén, és eddig a Bajnokok Ligája jogai számítottak az egyik legfontosabb ütőkártyának a kezében. Ezek után talán nem is lenne meglepetés, ha a nagy vetétárs FIFA megpróbálna lecsapni a BL licencre, sőt az is megeshet, hogy ez már meg is történt, és az UEFA emiatt nem hosszabbított szerződést a Konamival. Egyéb iránt mind az UEFA, mind pedig a japán cég részéről úgy nyilatkoztak, hogy gyümölcsöző volt számukra az együttműködés, és a jövőben sem szakad meg a két vállalat kapcsolata, és igyekeznek további lehetőségeket felkutatni a közös munkára. Ha a nyári oroszországi világbajnokságon használják majd a videóbíró rendszert, akkor a segítségével születő döntést részletesen elmagyarázzák majd mind a tévénézőknek, mind pedig a helyszínes szurkolóknak is. A tervek szerint a stadionokban elhelyezett óriás kivetítőkön grafikákat és visszajátszásokat mutatnak majd be az esetekről, és igyekeznek mindenkit tájékoztatni a videóbírós döntésekről és azok hátteréről. A kommunikációért a Moszkvában üzemelő, úgynevezett videóoperációs szobában dolgozó személy lesz a felelős. Ő is látni fogja azt, amit a videóbíró lát a képernyőjén, és hallani fogja, mi hangzik el a videóasszisztens és a mérkőzés vezető bíró között. Ezek az információk végül eljutnak a stadion kivetítőinek kezelőihez, valamint a mérkőzések kommentátoraihoz is. A döntések magyarázata pedig a FIFA honlapján, a televízióban és a VB mobilos alkalmazásában is megjelenik, ezzel is segítve, hogy mindenki tisztában legyen az ítéletek hátteréről. Az Arsenal együttese hivatalos oldalán jelentette be, hogy Arsène Wenger 22 év elteltével elhagyja a klubot, miután a francia tréner úgy döntött, hogy az idény végeztével lemond a menedzseri posztjáról. Az ágyusok közleményükben Wenger szavait tolmácsolták, aki elmondta, úgy érzi most jött el az idő, hogy felálljon a padról, és hálás azért, amiért ennyi éven át szolgálhatta a klubot, amelynek örökké nagy rajongója marad. A 68 éves francia trénert még 1996. szeptemberében nevezték ki a londoni klub élére, és hatalmas szerepe van abban, hogy Anglia egyik meghatározó egyesületévé vált. Irányításával ugyanis az ágyusok háromszor nyertek bajnokságot, 7-szer FA kupát és 7-szer angol szuperkupát.
Ráadásul a 2003-2004-es szezonban veretlenül lett bajnok a csapattal, ez pedig rajta kívül egyetlen más menedzsernek sem sikerült még véghez vinni a Premier League történetében. Wenger két alkalommal is igen közel állt ahhoz, hogy európai kupát is nyerjen a piros-fehérekkel, ám előbb 2000-ben a Galatasaray ellen az UEFA kupa döntőjében, majd pedig 2006-ban a Barcelona ellen a Bajnokok Ligája döntőjében is elbukott a csapattal. A Monaco egykori edzője az Arsenalnál eltöltött 22 évével az angol első osztály történetének második leghosszabb ideig egy csapatnál regnáló menedzserének számít, a Manchester United legendás trénere Sir Alex Ferguson után, aki nem kevesebb, mint 27 évig irányította a vörös ördögöket. A hírek szerint egyébként maga Wenger az utódjaként egykori játékosát, a jelenleg a New York City FC-t irányító Patrick Vieirát látná legszívesebben az együttes kispadján. Angliai sajtóinformációk szerint a José Mourinho és Paul Pogba között egyre sűrűbben előforduló nézeteltérések egyáltalán nincsenek jó hatással a vörösördögök öltözői hangulatára, amely egyúttal kihat a csapat játékára is. A francia középpályás nehezen viseli, hogy elveszette biztos helyét a United kezdő csapatában. Vagy ha mégis lehetőséget kap a portugál menedzsertől, akkor egyrészt nem a saját posztján játszhatja, másrészt pedig általában idő előtt lecseréli őt. Így történt ez a legutóbbi Bournemouth elleni 2-0-ra megnyert idegenbeli bajnokin is, amikor Mourinho a mérkőzés 80. percében lecserélte Pogbát, aki levonulásakor nem volt hajlandó kezet fogni edzőjével. Talán ez nem is okozott volna nagyobb feltűnést, ha mellette nem pacsizott volna le a portugál szakember valamennyi segítőjével, Mourinhóra azonban még csak rá sem nézett. A jól értesültek szerint Pogbánál egyre sűrűbben fordulnak elő hasonló kirohanások, ám ez több csapattársát is igencsak zavarja, akik elhatárolódnak a francia klasszis viselkedésétől, és inkább Mourinho pártját fogják. Többen is azon a véleményen vannak, hogy Pogba úgy viselkedik, mint egy elkényeztetett kisgyerek, és a Unitednél az egyik legjobb barátjának számító Romelu Lukaku is elítéli csapattársa hozzáállását. A belga támadó mellett Jesse Lingardnak és Marcus Rashfordnek is kezd elege lenni a Pogba által szított folyamatos viszályból, és mindannyian igyekeznek kiállni edzőjük mellett. A benfentesek szerint egyébként Pogba már klikkeselést is elindított a manchesteriek öltözőjében, és az edzéseken szinte mindig csak Martial, Fellaini és Joel Pereira társaságát keresi. Minden esetre ez a kis csoport előreláthatólag az idén végeztével fel fog oszlani, mivel Martial szinte biztosan, míg Pogba nagy valószínűség szerint távozik majd a Manchester Unitedtől. További foci hírekért és érdekességekért kövesd a Tikitaka TV Facebook, illetve Instagram oldalát. Ha pedig nem szeretnél lemaradni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára!